Sziasztok! Itt vagyunk az idei nyári Playten, és Vikivel és Kittivel fogunk beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok! Mesélj nekünk egy kicsit magadról, ugye nemrég ért véget a cosplay verseny. Hát nekem ez lesz a harmadik évem cosplayesként. Legesleg először a Mortal Kombatból cosplayeltem Kitanát, viszont hát szét is esett, nem voltam rá igazán büszke. Utána a Petofix Zaya nevű játékból cosplayeltem, de azt mindenki Zeldának hitte, senki nem ismerte föl, még igazán én sem. Utána a harmadik cosplayem egy animés volt, a Dramatical Murderből Noise, és a debreceni Playten, a debreceni nyári Playten cosplayeltem Nidalit, és most pedig Arcade Revent. Nagyon jól hangzik. Te pedig? Igazából általános iskolának a vége fele óta kezdek így a cosplay iránt érdeklődni. Igazából a League of Legends volt az a játék, ami leginkább megihletett, a legelső Jinx volt, amit teljesen magam csináltam, mert azelőtt inkább az animékből válogattam. És utána átértem másik videójátékokra is, például a Nier Automata, úgy szintén a Mortal Kombat is megihletett, de abból még csak tervezem a cosplayt. És hát ugyanúgy, mint Viki, most is egy League of Legends-es karaktert hoztam. Mik voltak ezek közül a kedvenceitek? Nekem őszintén a Nidalee volt, mert akkor éreztem azt, hogy úgy jól is sikerült, nem esett szét, és úgy meg is dicsérték úgy, ahogy szóval nekem ez volt a kedvencem. Igazából úgy szintén, mert én is megcsináltam ezt a cosplayt, és igazából egy kényelmes cosplay volt, szóval ezt tanúsíthatja bármi. És igazából, igen, ahhoz képest, hogy mennyire kevés ruha, egész jó bírtuk benne a hidegben, és így kényelmes cosplay volt, szóval egy könnyen összerakható kis valami. Ezelőtt is cosplayeztetek már párosba, vagy ez volt az első alkalom? Igazából nagyon sokszor együtt járunk a rendezvényekre, de ez volt az első alkalom. Tervezitek a jövőben még ilyet, és hogyha igen, akkor mik lennének a terveitek? Hát konkrét terveink nincsenek, az biztos, hogy a LOL-ban szeretnénk még cosplayelni, és én személy szerint nagyon szeretnék még páros cosplayt. Igazából én is, na, nekem nagyon tetszett ez a megoldás, mert már régen terveztük, hogy egyszer majd így összehozunk egy ilyen kis közös dolgot. Hát, és most sikerült is, szóval nem volt olyan rossz, de persze lehet csiszolni rajta, és legközelebb jobb lesz. Fellépésen kívül is csináltok együtt a cosplayezést, mert úgy értve, hogy együtt is gyártjátok, vagy ez még nem? Hát általában az iskolában tudunk találkozni, és ott megbeszéljük, hogy hogyan csináljuk, mint legyen, és úgymond segítünk egymásnak ilyen téren, vagy hát bármikor meg tudjuk kérni a másikat, hogy segítsen be, de általában magunk csináljuk. Volt, hogy így összeültünk egy-egy esténként, és akkor így, mert például neki volt fúrógépe, vagy nekem volt ragasztó pisztolyom, és akkor így összehoztuk. Nagyon jól hangzik. Ugye a cosplayzésen kívül játszátok is a LOL-t, vagy nem annyira? Hát játszom, de nagyon-nagyon béna vagyok, és akiket eddig cosplayeltem, azokkal vagy nem játszottam, vagy én inkább nem vallom be, hogy játszottam. És sajnos az iskola mellett nincs sok időm, mert vagy a játék, vagy a cosplay, de próbálok játszani is. Hát igazából nekem is az iskola, meg az otthoni dolgok így nagyon elveszik az időmet. Hát most egy kicsit leváltottam a LOL-t, mert ugye jött az Overwatch, és most hát ugye évforduló is van. Vitték el a lootboxot, szóval arra most egy kicsit így ráfüttem. Igazából bármelyik játékos szívesen ráfogyarodok. Van egy-két olyan része úgymond a cosplay gyártásnak, amelyikben egyik ötök, illetve a másik ótok a jártasabb? Hát van, mert én elvégeztem egy varrótanfolyamot, ezért varni jobban tudok, viszont a kraftolás az elképesztően bénán megy, és én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy a kardom az olyan lett, amilyen, és egyben van. Hát én a fordítottja vagyok, szóval én megvarrom, ha nagyon muszáj, de azt így sírva, és kikeserülesen, de bármikor összedobok, így brutó, két hónap, és összedobok egy ágyút. De ez olyan, hogy megszól. És mi a következő terv? Vagy mi, hogy is mondjam, nem terv. Inkább mi a következő nagy lépés, amit így a cosplayben el akarnátok érni? Hát én ebből szeretnék megélni, akármennyire is hülyén néz ki a jelenlegi cosplayemből, szóval én mindenképp szeretnék fejlődni, és a következő tervem az a nyári mondokon, ott
Katarinának szeretném megcsinálni az egyik skinnyit, illetve a Kurashi Tsuji nevű animéből Eloist. Igazából nekem ez csak egy hobbi, és az is marad, mert nekem más terveim vannak a jövőre, és igazából a következő cosplay, akire gondoltam, az Lux. És hát természetesen az Ultimate skinnye, mert ez egy gyönyörűséges, szép karakter. És elkezdted már csinálni, vagy még ez csak egy terv? Megvettem az anyagokat, már hát a botja az már készül, mert hát nyilván azt szeretem jobban megcsinálni. A ruhát meg majd remélhetőleg megcsinálom. Jövőben is kíváncsiak leszünk a munkáitokra, és köszönjük szépen az interjút. A legközelebbi Play-en találkozunk. Sziasztok!